Gyűlölök minden franciát, ezt írta egy korábbi bejegyzésében az a mali migráns, aki tegnap 3 embert megkéselt egy párizsi pályaudvaron. Sajtóbeszámolók szerint az afrikai férfi az elmúlt hónapokban több olyan videót is közzétett, amelyeken például Franciaországot hibáztatta az afrikai országok elszegényedéséért. Elfogása után a rendőröknek azt vallotta, kifejezetten azzal a céllal utazott Olaszországból Párizsba, hogy ott támadást hajtson végre, mert embereket akart ölni. A hatóságok továbbra sem kezelik terrortámadásként a történteket, annak ellenére, hogy kiderült a migráns korábban rendszeresen posztolt szélsőséges iszlamista tartalmakat. Továbbra is özönlenek a migránsok a Kanári-szigetekre. Csak januárban több mint 7000-en értek itt partot, 13-szor annyia, mint tavaly ugyanebben az időben. Közben az olaszországi Lampedusán is hatalmas a nyomás, idén már több mint 2500-en érkeztek a kis olasz szigetre. Szijjártó Péter tegnap Brüsszelben beszélt arról, hogy éles fordulatra lenne szükség az európai migrációs politikában. 47 szenegáli migráns közelítette meg egyetlen csónakban szombaton Gran Canariát. A spanyol parti őrség itt emelte őket hajójuk fedélzetére. Az elmúlt napokban százával érkeztek az illegális bevándorlók a Kanári-szigetekre, minden korábbi rekordot megdöntve. Csak januárban több mint 7000-en értek itt partot, ez 13-szor annyi, mint ahányan tavaly ugyanebben az időszakban érkeztek. Az Atlanti-óceáni migráns útvonal a világ egyik legveszélyesebb tengeri útja. Ennek ellenére évente több tízezren jutnak el ezen keresztül a Spanyolországhoz tartozó szigetcsoportra. Tavaly 40 ezer afrikai szállt partra a népszerű turista paradicsomban. Afrika szubszaharai országaiból érkeztek migránsok Lampedusára is. Az olasz parti őrség a földközi tengeren talált rá 45 illegális bevándorlóra, innen szállították át őket a szigeten található befogadó központba. Csak idén már több mint 2500-en érkeztek Lampedusára. Nem csak a szigeten található, hanem szinte az összes olaszországi befogadó központ megtelt az Afrikából érkezőkkel. Giorgia Meloni kormánya már korábban azt mondta, nem akarja migráns országgá változtatni Olaszországot, ezért a bevándorlókat Afrikában kell megállítani. Európa jövője Afrikától függ. Erről beszélt az olasz kormányfő a hét elején megtartott Olaszország-Afrika találkozón. Giorgia Meloni úgy fogalmazott, az illegális bevándorlók megállítása csak Afrika támogatásával lehet sikeres, és csak akkor, ha a migránsok úgy döntenek, hogy inkább a hazájukban maradnak. Afrikán, mit kell semmisíteni az emberkereskedők által terjesztett hazugságokat? Elefántcsontparttal, Gambiával, Mauritániával és Szenegállal olyan közös programokat dolgoztunk ki, amelyek segítségével az emberek legálisan jöhetnek Európába, például tanulni, hogy ezeket a tapasztalatokat később hazavigyék. A migrációt ne az emberkereskedők irányítsák, hanem a törvények, fogalmazott az olasz miniszterelnök. Közölte azt is. Róma mostantól 5 területen nyújt jelentős támogatást az afrikai államoknak. Ezek célja az oktatás, az egészségügy, az agrár és élelmiszerágazat, valamint a víz és az energia szektor fellendítése. A következő 20 évben 750 millióval lesznek többen az afrikaiak. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton Brüsszelben az Európai Unió informális külügyi tanácsülését követően azt mondta, az Európai Uniónak a jelenlegitől homlokegyenest eltérő migrációs és Afrika politikát kellene folytatnia ahhoz, hogy megelőzze a még súlyosabb válságok kialakulását. Afrika előtt súlyos kihívások állnak, ez azonban azt jelenti, hogy Európa előtt is súlyos kihívások állnak, hiszen ma az európai kontinens biztonsága minden túlzás nélkül állítható módon Afrikában kezdődik. És azt is sajnos minden túlzás nélkül mondhatjuk, hogy ha a brüsszeli migrációs politika folytatódik, akkor Afrika súlyos problémái Európában, Európán fognak lecsapódni. Szijjártó Péter úgy fogalmazott, gazdasági fejlesztésekkel biztonságot kell teremteni a kontinensen, illetve segítséget kell nyújtani az egyre súlyosabb terrorfenyegetettség leküzdéséhez. Kiemelte, Magyarország kivette és ki is veszi a részét abból, hogy ne induljanak meg Afrikából újabb bevándorló hullámok Európa felé. Emlékeztetett, a magyar kormány 5 év alatt körülbelül 100 milliárd forintnyi fejlesztési forrást juttatott az afrikai országoknak, ezen felül pedig mintegy 6,5 milliárd forinttal támogatta a keresztény közösségek helyben maradását.
Csak nagyon kevés migráns tudnak visszaküldeni Németországból azok közül, akikről megállapítják a hatóságok, hogy nem jogosultak menekült státuszra. Tavaly például csak nem 280 ezer migráns várt kitoloncolásra Németországban, többségük azonban most is ott van. Bár a szövetségi államok képviselőiből álló Bundesrat elfogadta az elutasított menedékkérők gyorsabb kitoloncolását célzó törvényt, sokak szerint kérdés, hogy ez mennyire változtat a helyzeten. Berlin, Noll Katalin. Ez többek között tartalmazza azt, hogy a rendőrség jogkörei kibővülnek, tehát például a rendőröknek lehetőségük lesz a teljes migránsszállót átkutatni, korábban csak a migráns szobáját lehetett átkutatni, vagy például megnövelik a kitoloncolási őrizet időtartamát, tulajdonképpen 10-ről 28 napra, hogy a kitoloncolandó migránsok ne szökhessenek meg az igazságszolgáltatás elől. Továbbra is sok migráns próbál bejutni az Európai Unióba a balkáni útvonalon. Mostanában leginkább a szerb-bosnyák és a szerb-horvát határt veszik célba, mert a magyar határon nagyon erős a védelem. Akiknek sikerül bejutni, azokat viszont Brüsszel továbbra is kvóták szerint osztaná szét a tagállamok között. Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1-en azt mondta, Magyarország a brüsszeli migrációs paktum egyik pontját sem fogadja el. Csapatokba verődve menetelnek a bevándorlók a szerbiai Obrenovac utcáin. Vannak, akik az itt működő migráns táborban pihennek meg, sokan viszont inkább a környéken tanyázva várnak az embercsempészek utasításaira. Kabultól Törökországig 4000 eurót kért az ügynök, Szerbiáig további 3500 eurót kellett fizetnem. Nem tudom pontosan, kik az ügynökök, de nagyon sok emberük van, mindenhol ott vannak, és megmondják a további útvonalakat, magyarázta egy migráns. Az illegális bevándorlók mostanában jellemzően Bosznia-Hercegovina felé indulnak tovább. A magyar-szerb határt inkább elkerülik, mert ott olyan erős a védelem, hogy szinte lehetetlen átjutni. Magyarországnál sok a gond, oda most nem megyünk, sok rendőr van arra, szerbeknél és magyaroknál is. Még ha sikerülne is átjutni a határon, Ausztria felé menet biztosan elkapnak minket, panaszkodott egy afgán migráns. A horvát határ közelében is gyülekeznek a migránsok, siden lakatlan épületekbe költöznek be, hogy onnan aztán könnyen és gyorsan érjék el a határt. Tüzet gyújtanak és sátrakat állítanak maguknak, így óvják magukat a hidegtől. Itt a szerb-horvát határ térségében most is vannak ilyen táborhelyek, és a nyomokból ítélve néhány nappal ezelőtt több tíz migráns tanyázhatott itt. A nyugat-balkáni útvonalon 2022-ben megháromszorozódott az illegális bevándorlók száma, többek között ez derül ki az Európai Bizottság jelentéséből. Ebben kifejtik azt is, hogy előre lépést értek el a menekült státuszra nem jogosultak visszaküldésében, a határigazgatás és az embercsempész hálózatok kezelésében is. A brüsszeli testület jelentése kiemeli, a migrációs paktum elfogadása továbbra is kulcsfontosságú a tartós előrelépéshez a migráció kezelésében. Emellett az Európai Bizottság felszólította a tagállamokat, hogy hajtsák végre a migránsok elosztását célzó önkéntes szolidaritási mechanizmust, vagyis Brüsszel továbbra is a kvótát erőlteti. Európai Unió területén belül történő menekült kérelem elbírálása, Ez a kudarca. A kudarcok kudarcának nevezte Brüsszel migrációs politikáját Bakondi György. A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1-en elmondta, az illegális migránsok kiutasítása 90%-ban sikertelen, tömegével maradnak az unió területén. A folyamatosan romló közbiztonság, a gettósodás, a nőket ért bántalmazások miatt már elmúlt az európai emberek segíteni akarása is. Ezért is akarja az Európai Parlament balliberális többsége minél előbb, legkésőbb áprilisig hatályba léptetni a migrációs paktumot. Ez az elképzelés, annak valamennyi részeleme, ez nem előremutató, nem az európai biztonságot szolgáló, nem az európai emberek érdekeivel összhangba levő megoldást kínál. Épp ezért a magyar kormány végtelen végig, az utolsó pillanatig is mindent megtett, hogy ennek a
az elfogadása ne következzen be. Bakondi György hangsúlyozta, a migrációs paktum közép és hosszú távon nem megoldást, sokkal inkább vonzerőt jelent majd a migránsoknak. Ráadásul idén a Száhel jövezetben kialakult válság és a gázai háború is tömeges menekült áradattal fenyeget. A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója kiemelte, az egyre súlyosbodó helyzeten egy új összetételű európai parlament és bizottság változtathat. A vártnál korábban már a hétvége előtt megkapta nagyon sok tanár és óvónő a jelentősen megemelt bérét. Legkésőbb holnap pedig mind a 140 ezer érintetthez megérkeznek az új fizetések. Rétvári Bence államtitkár az M1-en azt mondta, az államkincstár fogja ellenőrizni, hogy a fenntartók a béremelésre kapott teljes összeget arra is fordítsák. A pedagógus pálya az egy hivatás. Több mint 30 éve tanít, és a világ legszebb hivatásának tartja a tanári pályát Kopecki Péter. A testnevelő tanár jelenleg ebben a pécsi gimnáziumban tanít. Azt mondja, nagyon várja már a hétfőn érkező megemelt fizetését. Ez a megbecsülésnek az egyik fajtája. Azt gondolom, hogy vártuk már ezt, meg is érdemeltük régóta. És hát a megvalósulás előtt állunk, mert egyelőre láttuk a fizetési papírokat, hogy mennyi lesz a megemelkedett bér, ez ígéretes, és nagyon várom a hétfői számlámat. Megvan a C-csúcs. A béremelés mintegy 140 ezer köznevelésben dolgozó tanárt és óvónőt érint. Közülük 80 ezeren állami fenntartású iskolában dolgoznak. Sokan egyébként már pénteken megkapták az emelt fizetést. A mostani emelés egy komoly lépés a tanárok és óvónők anyagi elismerésének további erősítése felé. Erről beszélt a Mandinernek a Klebersberg központ elnöke. Hajnal Gabriella emlékeztetett, a pályakezdők legkisebb bére gyakornokonként mostantól bruttó 528.800 forint. Az egyes kategóriában legkevesebb 538.000, a kettes fokozatban 555.000 forintot kereshetnek a tanárok és az óvónők, míg a mestertanárok fizetése 630.000 forintról indul, a kutató tanárok bérének alsó határa pedig 750.000 forint. Ráadásul egyetemi diploma esetén plusz 2% a kormány által meghatározott hiányterületeken tanítók esetében pedig még további 4% a többlet. A Klebersberg központ elnöke azt is mondta, 2016-hoz képest már most triplázásról beszélhetünk. Abban az évben 177.000 volt a kezdőkereset, ebből lett idén csaknem 529.000 forint. Ezt a 32,2%-a megemelt bértömeget, ezt mi odaadjuk, ezt mindenki meg fogja kapni. Az államkincstár fogja ellenőrizni, hogy minden tanár és óvónő megkapja-e a béremelést a fenntartóktól. Erről beszélt az M1-en Rétvári Bence államtitkár. Kiemelte, a költségvetésben 340 milliárd forintos béremelési alapot hoztak létre, amiben egy cent Európai Uniós támogatás sincs. Közel 3000 fenntartó van, akinek most a béremelés kapcsán feladata van. De fontos, hogy mindenki ezt a bértömeget, amit többletként kap, ezt a tanár béremelésre fordítsa. Nem lehet ebben semmiféle trükk, nem lehet semmiféle bűvészkedés, ezt egytől egyig, az első forint az utolsóig mind a tanároknak, mind az óvodában dolgozóknak, mind az iskolákban dolgozóknak oda kell adni. Rétvári Bence hangsúlyozta, az idei több mint 30%-os béremelést jövőre 21%-os emelés követi. 2023-ban és 2022-ben 10-10%-os fizetésemelést kaptak a tanárok. Így 4 év alatt összesen több mint 93%-os béremelést hajt végre a kormány. Az államtitkár hozzátette, már korábban is elindulhatott volna ez a béremelési program, ha a magyar baloldal és a szakszervezetek nem akadályozták volna ezt Brüsszelben. Visszaütött Magyarország zsarolása és pénzügyi fenyegetése azokra, akik ezt a tervet kidolgozták, ezt mondta az uniós csúcson történtekről Orbán Balázs a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök politikai igazgatója hozzátette, miután kiderült, hogy nem a jogállamisággal és az átláthatósággal van probléma, hanem nyílt hatalmi zsarolásról van szó, megnőtt Magyarország mozgástere. Mindez pedig hozzájárult egy olyan megegyezéshez, amely egybevág a magyar nemzeti érdekkel. Szijjártó Péter külügyminiszter pedig egy belga tévének arról beszélt, Magyarország tovább sem vesz részt az ukrajnai fegyverszállításokban.
Kiharcoltuk, a magyarok pénzét nem adhatják az ukránoknak, írt a közösségi oldalán Orbán Viktor a csütörtöki uniós csúcs találkozó után. Magyarország is részt vállal az ukránok, ukrán állam működéséhez szükséges pénzek küldéséből, de fegyvert nem küldünk. Brüsszelben kompromisszum született, ugyanis Magyarország garanciát kapott, hogy a magyarok pénze nem kerülhet Ukrajnába, és a Kijevnek küldött támogatások sorsa ellenőrizhető lesz, mondta a miniszterelnök másnap a Kossuth Rádióban kiemelve. Cserébe hazánk jóvá hagyta az ukrán állam működéséhez szükséges 4 évre szóló 50 milliárd eurós támogatást, azzal, hogy évente legalább egyszer napirendre veszik a témát. Ez arra megy, hogy a csődbe jutott ukrán állam ne omoljon össze. És az Ukrajna, az ukrán gazdaság lényegében összeomlott. Lélegeztető gépen van. Ha az amerikaiak és mi európaiak nem küldünk pénzt, akkor be kell zárni a boltot. Érdemes támogatni Ukrajnát, de úgy, hogy az a békéhez vigyen közelebb, és nem a háború kiterjedéséhez. Ezt már a miniszterelnök politikai igazgatója mondta vasárnap a Kossuth Rádióban. Orbán Balázs kiemelte, sikerült elérni, hogy Ukrajnának el kelljen számolnia a támogatásokkal, és nem megfelelő felhasználás esetén akár le is lehessen állítani a folyósítást. Nem ellenezzük Ukrajna támogatását, de hogyha az uniós költségvetésből akarják csinálni, és együtt akarják csinálni, akkor csak meghatározott fékek és ellensúlyok beépítésével tudunk ehhez a kérdéshez hozzájárulni, és van még egy feltételünk, hogy olyan eljárást nem lehet kialakítani, amelynek az lesz végül a következménye, hogy a magyaroknak járó uniós forrásokat, azokat küldik el Ukrajnának. Orbán Balázs szintén nagy magyar győzelemnek tekinti, hogy a tagállamok egyértelművé tették a csúcstalálkozón, például a migrációs vagy a genderpolitikára hivatkozva nem lehet uniós forrásokkal zsarolni egy országot. Az Európai Tanács 27 tagállama egyértelművé tette az Európai Bizottságnak, az Európai Parlament véleményével szemben is, hogy egy tagállamot nem lehet diszkriminálni, minden tagállammal fair elbírálás keretében és a jogszerűség talaján állva kell tárgyalni az uniós források lehívása kapcsán. Magyarországnak nem volt oka, hogy ne támogassa a javaslatot, ugyanis mind a két feltétele teljesült, nyilatkozta Szijjártó Péter a belgiumi VRT TV-nek, amiről a külügyminiszter közösségi oldalán is beszámolt. Szijjártó Péter úgy fogalmazott, Magyarország elérte a céljait és biztosította, hogy az uniós pénzei ne kerüljenek Ukrajnába, illetve az is követhetővé és ellenőrizhetővé vált, hogy Kijev hogyan költi el a támogatásokat. A miniszter hangsúlyozta, hazánk történetének legnagyobb humanitárius akciójában segíti az ukrán népet Magyarország és Ukrajna területén is, ezért Magyarországot ne oktassák ki arról, hogyan legyen szolidáris Ukrajnával. Magyarország számára a fegyverszállítás viszont továbbra is vörös vonal, húzta alá Szijjártó Péter, és az ország az ilyen uniós törekvésekben nem hajlandó részt venni, ehelyett a konstruktív tartózkodást választja. Szijjártó Péter úgy fogalmazott, nem vagyunk hajlandók viselni semmiféle pénzügyi és politikai terhét egy ilyen döntésnek, tehát ha a többiek fegyvert akarnak szállítani Ukrajnának, az az ő felelősségük, de mi ebben nem veszünk részt. Veszélyben forog Európa mezőgazdasága és élelmiszer önellátása, erről beszélt reggel a Kossuth Rádióban az agrárminiszter. Nagy István azt mondta, soha nem volt még ennyire zöld ideológiáktól átitatott az európai agrárgazdálkodás, miközben a gazdák nem kapnak piacvédelmet az Ukrajnából érkező termékekkel szemben. Megerősítette, a magyar kormány továbbra is támogatja a gazdákat. Brüsszel elárult minket, így tiltakoztak a magyar gazdák tavaly szeptemberben, mert az Európai Bizottság eltörölte az ukrán gabona behozatali tilalmát. Nem szabad hagyni, hogy a külföldi ukrán kukoricát, gabonát, napraforgót, szennyezett lényegében árut, ami teli van vegyszerekkel, beengedjük a magyar feldolgozó iparba és piacba, mert így a magyar embereket és a saját egészségünket is károsítjuk. Brüsszel helyett a kormány sietett a gazdák segítségére, és nemzeti hatáskörben fenntartotta, sőt, ki is bővítette az ukrán termékek importtilalmát, ezzel megmentve a hazai termelők megélhetését. Brüsszel azonban nem enged, most újabb egy évvel meghosszabbítanák az ukrán élelmiszerek korlátozás nélküli behozatalát, sőt, már Moldovának is megadnák ezt a lehetőséget. Vagyis olyan termékekkel kellene versenyezniük az európai gazdáknak, amelyek előállításánál semmilyen uniós elvárást nem kell teljesíteni.
De a magyar gazdák sem hagyják magukat, jövő pénteken ismét az ukrán-magyar határa vonulnak, hogy tiltakozzanak az Ursula von der Leyen vezette bizottság döntése ellen. Hetek óta demonstrálnak Európa szerte a gazdák. Tüntetéseket tartottak Németországban, Franciaországban, Spanyolországban, Olaszországban, Romániában, Lengyelországban, Görögországban, Portugáliában, Belgiumban és Hollandiában, de Málta, Írország és Svájc gazdái is bekapcsolódtak. A gazdák a baloldali zöld kormányok agrárpolitikája mellett Brüsszelt is bírálják. Nagy az elégedetlenség a nem megfelelő szabályozás, az erőltetett zöld politika és az ukrán vámmentesség miatt is. Azért jöttünk, mert nem értünk egyet az Európai Unió által javasolt környezetvédelmi és adminisztratív előírásokkal. A megélhetésünket sodorják veszélybe azzal, hogy csökken a versenyképességünk az Európába kívülről érkező termékekkel szemben, mondta az egyik tüntető. Komoly feszültségeket szülnek az elhibázott uniós szankciós politika miatt megemelkedett energia, műtrágya és szállítási árak is. A gazdák szerint ugyanis a kormányaik nemhogy segítenének rajtuk, de még újabb és újabb megszorításokat is bevezetnek. A zöld ideológiáktól vezérelt nyugat-európai kormányok a gazdák kárára vezetnek be megszorításokat, miközben nem védik őket az Ukrajnából beáramló dömpingárútól. Erről a Kossuth Rádióban beszélt az agrárminiszter egy nappal azután, hogy nyilvánosságra hozta 40 tonna Ukrajnából származó GMO szennyezett vetőmagot foglaltak le a hatóságok. Nagy István hangsúlyozta, Brüsszelben nehéz megbízni, az európai termelők pedig a tűrőképességük határán járnak. Ami most Nyugat-Európában történik, az Európa kiózanodása, a visszatérés a normalitáshoz. Hiszen nem lehet, hogy feladjunk mindent, amit eddig Európa képviselt. Nem lehet, hogy az európai gazdák semmilyen érdeken nem számít, csak Ukrajna érdeke számít. Nagy István hangsúlyozta, a kormány a gazdák mellett áll, és nemzeti hatáskörben továbbra is zárva tartja a határokat az ukrán gabona előtt, miközben példátlan mértékben támogatja a hazai termelőket. Váratlan pofont kapott Európa Amerikától azzal, hogy az Egyesült Államok behúzta a gáz export féket, ezt mondják az elemzők. Joe Biden néhány napja döntött úgy, hogy környezetvédelmi okokból leállítják az új LNG gázterminálok engedélyeinek kiadását. Ez viszont érzékenyen érinti azokat az európai országokat, amelyek a háború miatt leváltak az orosz gázról és már Amerikától vásárolnak. Ráadásul a bizonytalanság újabb drágulási hullámot indíthat el. LNG gázszállító óriás hajó halad az egyik holland kikötő felé. A speciális energia az Amerikai Egyesült Államokból érkezik Európába. Az orosz-ukrán háború kitörése óta folyamatosak a szállítások a két kontinens között. Az Európai Unió pontosabban főként Nyugat-Európa, amióta levált az orosz gázról, leginkább amerikaival helyettesíti azt. Most még. Joe Biden ugyanis január végén behúzta a féket az amerikai gázexporton. A lépést környezeti aggodalmakkal indokolták. Az LNG folyósítása szállítás ugyanis nagy energiaigényű folyamat, és szakértők szerint jobban károsíthatja az éghajlatot, mint a szén. Elemzők azt mondják, ezt az amerikai elnök korábban is tudta, de nyilván nem véletlenül, éppen a választások előtt döntött úgy, hogy most már figyelembe is veszik az LNG hatását a klímaváltozásra. Az árak azok egy ilyen helyzetben mindenképpen emelkedni fognak. A Matthias Corvinus Kollégium gazdaságpolitikai műhelyének vezetője szerint ez az egyik lehetséges következménye annak, hogy az amerikaiak korlátozzák az LNG szállításokat. Ha 2022-es nyárvégi gázárobbanás nem is ismétlődik meg, a mostani árak jelentősen megemelkedhetnek. Komoly kérdéseket vet föl ez a helyzet ellátás biztonság szempontjából is, hiszen a német kancellár Olaf Scholz arra hivatkozva javasolta azt, hogy áttérjen Európa az oroszról az amerikai gázra, hogy az orosz ellátás nem biztonságos. Most látjuk azt, hogy az amerikai sem biztonságos, és ezek a lépések, az USA-nak a lépései, azok egyértelműen hiányt fognak okozni Európán belül, magasabb árakat, és komolyan veszélyeztetik az ellátás biztonságát is. Tavaly az Egyesült Államok volt a világ legnagyobb LNG gázexportőre, megelőzve Ausztráliát és Katart, főként az európai szállításoknak köszönhetően. Amerika a közelmúltban számos új LNG terminál építésébe fogott, ám a múlt hónapban leállították az új létesítmények engedélyezésének kiadását, emiatt nagyjából napi csaknem 400 millió köbméter gáz előállítása marad el.
akkor Amerika a meglévő szerződéses vállalásait sem lesz képes teljesíteni a jövőben az Európai Unió irányába. Ez pedig amellett, hogy komoly politikai kockázatokat jelent, az Amerikai Kereskedelmi Kamara egyik vezetője azt mondta, hogy Amerika ezzel a lépéssel elárulja a szövetségesét, amellett az Európai Unióban a következő években tartóssá teheti azt a feszes ellátást, azt a gázhiányt, ami az elmúlt időszakban több ízben felmerült. Zúgnak a csövek Magyarország legnagyobb gázraktárában, folyamatosan érkezik az orosz gáz a török áramlaton keresztül ide. Évente 3,5 milliárd köbméter jön a 2021 nyarán átadott csőkígyón. Emellett Ausztria irányából is érkezik még hozzávetőleg 1 milliárd köbméternyi orosz energiahordozó. Ez teljesen fedezi itthon az éves lakossági gázfogyasztást. Vagyis Magyarországot, ahogy korábban, a jövőben sem fenyegeti ellátási probléma, köszönhetően annak, hogy kiharcolta Brüsszelben a vezetékes szállítás nélkülözhetetlen az ellátás biztonságunk fenntartása miatt. Ugyanakkor, mivel az európai gázpiac egységesen működik, ha az amerikaiak lépése miatt emelkedik a gáz ára, akkor az Magyarországon is éreztetheti hatását. Ezért Magyarország számára is vannak feladatok. Érdemes új forrásokat, új beszerzési útvonalakat kiépíteni. Ennek köszönhető, hogy az elmúlt időszakban a magyar kormány nagyon intenzíven igyekezett új partnerekkel fölvenni a kapcsolatot. A héten például Szijjártó Péter bejelentette, hogy Katarral megszületett a politikai megállapodás, hogy 2026 után Magyarországra már Katarból is érkezhet cseppfolyósított földgáz. A tervek szerint a közeljövőben Lengyelországból is érkezhet LNG gáz, hiszen az ország legfontosabb tengeri kikötőjében, Gdanszkban épül most egy nagy kapacitású terminál. De jön, illetve jöhet földgáz Azerbajdzsánból, illetve Törökországból is. A diverzifikáció, vagyis hogy a kormány több helyről szerzi be a földgázt, egyrészt az ellátás biztonságát erősíti, másrészt pedig a rezsicsökkentés megtartását segíti. A Híradó Szilágyi Béla tudósította. 64-re emelkedett a Chile középső részén tomboló tűzvész halálos áldozatainak száma. A dél-amerikai ország az utóbbi másfél évtized legpusztítóbb tragédiáját éli át. Az egyelőre megfékezhetetlen lángok gyors terjedése miatt nagyon súlyos a helyzet, több ezer ingatlan semmisült meg. Az államfő szükségállapotot hirdetett és elrendelte az érintett régiók lakóinak kitelepítését. A mentésben már a hadsereg is részt vesz. Sokkoló képek keringenek a közösségi oldalakon a Chilét sújtó tűzvészről. Az egyik videón az látható, ahogy egy busz áthalad a tűzön, miközben az utasok sikoltoznak félelmükben, és arra kérik a sofőrt, hogy csukja be az összes ablakot, nehogy szikra kerüljön az utastérbe. Amikor a jármű elér egy olyan helyre, ahol már nem tud tovább haladni, a kétségbeesés dűváltja fel a fedélzeten, majd a felvétel megszakad. Arról nincs információ, hogy mi lett az autóbusz sorsa. A Santiago-i kormány által példátlannak minősített katasztrófa főként a fővárostól 100 kilométerre fekvő, mintegy 1 millió lakosú Valparaíso régió csújtja. Az emberek tehetetlenül nézik, ahogy a lángok felfalják az épületeket, és mindent beborít a sűrű fekete füst. Nem tehettünk semmit, az emberek kétségbe vannak esve, semmit sem tudnak a családtagjaikról, a belváros ég, a benzinkutak összeomlottak. A házakkal nem tudunk mit kezdeni, meg kell várni, hogy leégjenek, vagy hogy a tűz kialudjon. Nincs más lehetőség, szólt egy férfi. Egymást átölelve áll egy család a megsemmisült otthona előtt, a 320 ezres Viña del Mar-ban, ahol a legrosszabb a helyzet. A tengerparti várost szinte teljesen felperzselte a tűz, mindenfelé kiégett házakat és autók maradványait lehet látni. Sokan meghaltak, 370 ember pedig eltűnt. A tűz a túloldalról 10-15 perc alatt már itt volt, és mindenütt lángok csaptak fel, mindenütt égő parázs volt, már nem bírtuk a hőséget, és nem láttunk semmit. Abban a pillanatban minden elsötétült, nem maradt semmink. Idézte fel a történteket egy Viña del Mar-i férfi, aki azt is elmondta, hogy több szomszédja meghalt a tűzben. A földről és a levegőből is próbálják megfékezni a lángokat a tűzoltók, akiknek nagyon nehéz dolguk van. Szombat estére már 43 ezer hektáron égett a tűz. Elsősorban azon fáradoznak, hogy meggátolják a továbbterjedését a lakott területeken. A katasztrófában már több ezer épület, lakóházak, boltok, gyárak és benzinkutak semmisültek meg. A hatóságok szerint felmerült a szándékos gyújtogatás lehetősége is.
A chilei államfő szombaton helikopterről tekintette meg a tűz okozta pusztítást. Gabriel Boric azt mondta, nehéz elképzelni, hogy valaki szándékosan okozott ekkora tragédiát, de mindenképpen kivizsgálják ezt a feltételezést. Az elnök bejelentette, a mentésben a hadsereg is részt vesz. Arra kérte az embereket, vegyék komolyan, ha kitelepítésre felszólító üzenetet kapnak. Ha evakuálásra felszólító üzenetet kap, ne kételkedjen benne, még akkor se, ha úgy gondolja, hogy a tűz messze van. Ha üzenetet kap, az azért van, mert mennie kell. Életeket akarunk menteni, és meg akarjuk védeni önöket, jelentette ki a chilei elnök. A hatóságok szerint a halottak száma tovább nőhet, mivel Valparaíso térségében 4 nagy tűz ég, és a tűzoltóknak nehézséget okoz, hogy elérjék a legveszélyeztetettebb környékeket. A helyzetet nehezíti a 40 fok feletti rendkívüli hőség, az erős szél és az alacsony páratartalom is. Ez Chilében a legsúlyosabb természeti katasztrófa a 2010-es 500 halálos áldozatot követelő földrengés óta. Befejezték a törmelék eltakarítását a székelyudvarhelyi Tamási Áron gimnáziumnál, amelynek diákotthona részben összeomlott még karácsony előtt. A tragédiának 2 halálos áldozata volt. Az elmúlt hetekben lebontották a megrongálódott tetőt és megerősítették a megmaradt falakat. Most a külső állag megőrzési munkálatok következnek, majd felújítják az épségben maradt épületszárnyat, a beomlott épületrészt pedig újjáépítik. Tábla jelzi, hogy idegenek nem léphetnek a Tamási Áron gimnázium építkezési területére. A kármentesítési munkálatok a tragédia után néhány héttel, januárban kezdődtek. Lebontották a megrongálódott tetőzetet, belső munkákat végeztek és megerősítették a falakat is. A törmelékek eltakarítását ezen a héten fejezték be. Elhordták a törmeléket, és kiásták azt a sáncrészt, ahol kidől gyakorlatilag ez a fal, ügyészségi nyomozó szerveknek a felügyelete mellett. Ezen kívül befejezték a tetőt, egy ideiglenes tetőt húztak a folyósó fele, és az alátámasztási munkálatokat befejezik hétfőn várhatóan. December közepén váratlanul omlott össze a székelyudvarhelyi kollégium épületének középső része. 200 négyzetméternyi fal dölt össze. Vélhetően az akkor helytelenül végzett felújítási munkák okozták a tragédiát. A lezúduló törmelékek 4 tanulót temettek maguk alá, akik közül 2 életüket vesztették. Az épület megmaradt falán ma már csak egy ajtó emlékeztet arra, hogy itt egy emeleti szoba volt, ahol diákok laktak. A munkálatok folytatódnak ügyészségi felügyelet mellett, de jelen lesznek a román állami intézmények képviselői is. Felújítják az épségben maradt épületszárnyat és a tornatermet, a beomlott épületrészt pedig újjáépítik. Az intézmény teljes felújítása várhatóan 1-2 évig is eltarthat. Támogatásra mindenképp szükség lesz. Több szervezet, köztük a Tamási Áron Véndiák Egyesület is gyűjt, hogy támogatni tudják a bajba jutott tanulókat. Az adományokat eddig a megsemmisült értékek pótlására fordították. Hiányzó fogszabályzók, gyógyszerek, stb. Ez volt a gyorsabb segítség. Ezt követően voltak olyan elektronikai dolgok, amiket kellett pótolni a beomlott hálók diákjainak. A magyar kormány is minden lehetséges segítséget megad a székelyudvarhelyi gimnáziumnak. A Nemzetpolitikai Államtitkárság 20 millió forint sürgősségi támogatást nyújtott az iskolának, a külügyminisztérium pedig 5 millió forintos gyors segélyt adott. Emellett számos hazai oktatási intézmény és segélyszervezet kezdett gyűjtésbe. Baloldali politikusokig is elérhet a hitpénz botrány, erről írt a Magyar Nemzet. A lap úgy tudja, vesztegetés és hűtlen kezelés gyanúja miatt is feljelentést tettek a rendőrségen a Lánchíd 5 milliárd forinttal megdrágult beruházásával összefüggésben. A Magyar Nemzet emlékeztet, a Városháza botrány egyik kulcsfigurája egy felvételen arra utalt, hogy a baloldali városvezetés pénzt szivattyúzhatott ki a projektből. A hitpénz botrány ügyében a héten a kormányzati ellenőrzési hivatal is vizsgálatot indított. Hét tárgyalás 10 órányi vágatlan hangfelvételét postázom a rendőrségnek. Szerintem nem lesz unalmas. Boldog karácsonyt! Anonymous, az állarcos alak még 2021 karácsonya előtt üzente meg, 10 órányi vágatlan hangfelvételt postázza a Városháza ügyben nyomozó rendőrségnek. A Magyar Nemzet a dokumentum leírata alapján a napokban újabb részleteket közölt, amiből az is kiderült. A Városháza botrány egyik szereplője a beszélgetés közben arra utalt,
Azért került 5 milliárd forinttal többe a Lánchíd Karácsony Gergelyék által bonyolított felújítása, mert abból pénzeket osztottak vissza. A lap szerint Bajnai Gordon régi harcostársa, a felvételen a Lánchídra utalva konkrétan ezt mondta. Hát 5 milliárddal megdrágult, és kisebb a tartalma. Megjegyzése után a Blaha Lujza téri felújításra tért ki. Ugyanez a Blaha Lujza tér, egyharmaddal megdrágult, és kisebb a tartalma. Majd arra a kérdésre, hogy mindezt ők intézik, úgy fogalmazott, Tüttő Kata, szocialista főpolgármester helyettes, és ez a bagázs egész nap szorgalmasan dolgoznak ezeken. A Magyar Nemzet úgy értesült, mindezek miatt egy magánszemély feljelentést tett a Nemzeti Nyomozóirodánál hűtlen kezelés és hivatali vesztegetés gyanújával. A főpolgármester körüli újabb botrány azután robbant ki, amikor egy számlagyár ügyben a NAV nyomozói több helyszínen, köztük az Amnesty International igazgatójának testvérénél Vígmornál tartottak házkutatást, majd pedig a Lánchíd felújítását végző A-híd ZRT-nél is. A kivitelező ugyanis épp a beruházás idején 1,4 milliárd forintot utalt át az ex-ügyvéd számlájára. Azért nem támadjuk, hogy a vizsgálatot, mert nincs mit vizsgálni. Miközben Karácsony Gergely szerint a felújítással minden rendben volt, a főpolgármester két korábbi szövetségese, a Jobbik és az LMP is tudni akarja, történt-e bűncselekmény az ügyben. De vizsgálatot követel a Mi Hazánk és a fővárosi Fidesz-KDNP is. Kár, hogy kimaradtam a politikai performanceból, elég erős volt. Miközben a balliberális városvezető kerüli a sajtót, szerdán egy kis videóval rukkolt elő az Instagram oldalán, amiben a budapesti tömegközlekedést érintő változásokkal kampányolt. Méghozzá egy munkavédelmi sisak segítségével, amin sokat sejtetően épp a Lánchíd felújítását végző cég neve, az A-híd ZRT szerepel. Inkább lehet, hogy ez egyfajta üzenet. A politikában nincsenek véletlenek, így feltehetően Karácsony Gergely videója sem az, amiben épp az A-híd ZRT sisakját szorongatja a kezében, vélekedett Palóc André az M1-en. A Századvég Közéleti Tudásközpont vezető elemzője szerint a főpolgármesternek több tucat tanácsadója van, akik megmondják neki, mikor és mit nyilatkozzon, mi szerepeljen egy kis videójában, ezért egy olyan súlyos korrupciógyanús ügyben, mint amilyen a hitpénzbotrány, most más arcát kellett mutatnia. Karácsony Gergely egy más típusú szerepben kezd, hogyha szabad így fogalmaznom, egy új típusú hídember lenni, csak nem az a pozitív, amit mondjuk a korábbi magyar filmben tapasztalhattunk, hanem ennek a teljes ellenkezője, ahelyett, hogy hidakat épített volna, láttuk, hogy inkább eltűntek itt pénzek egy felújításnál. A kormányzati ellenőrzési hivatal a héten indított eljárást a Lánchíd felújításának ügyében. A közpénzek felhasználását, valamint a nemzeti vagyonnal való gazdálkodás szabályszerűségét, gazdaságosságát és hatékonyságát is vizsgálják. Végképp lebuktatták a baloldalt azok a napokban nyilvánosságra került videók, amelyeken az Action for Democracy vezetése bevallotta, Soros György adta a dollármilliókat a magyar baloldalnak. Erről beszélt az M1-en az Alapjogokért Központ elemzője. Zila János szerint világossá vált, hogy az ellenzék dollárokért cserébe eladta volna hazánk szuverenitását. Néhány napja az amerikai X közösségi oldalra került fel ez a titokban rögzített videó. A felvételen Eric Koch szerepel, aki az Egyesült Államokban egy politikai kommunikációval foglalkozó céget vezet. Az aktivista a videóban arról beszél, egyik munkája az volt, hogy rontsa Orbán Viktor hitelét Amerikában. Abban voltam érdekelt, hogy besározzam, legalább az Egyesült Államokban, mert ő egy hős az amerikai jobboldal számára, fogalmazott Eric Koch. A videóban emellett arról is beszélt, hogy egyik fő ügyfele az Action for Democracy. Ez a szervezet a hazai baloldal külföldi kampányfinanszírozási botrányának főszereplője. A videóban az aktivista azt is bevallja, az NGO pénzei valójában egy vagy két egyéni adományozótól származnak. Rögtön ezután azt is elismeri, hogy az egyikük Soros György. Mindketten tudjuk, kiről van szó, nagyon híres.
Sorosról beszélünk? Igen, hangzik el a felvételen. Még júniusban is érkezett az Action for Democracy-tól több mint 400 millió forint. A guruló dollárok néven elhíresült kampányfinanszírozási botrány azután robbant ki, hogy Márki-Zay Péter egy TV-interjúban elszólta magát és bevallotta, a baloldal dollármilliókat kapott Amerikából a 2022-es választások előtt és után. Később titkos szolgálati vizsgálat derítette ki, hogy összesen több mint 4 milliárd forint érkezett külföldről a baloldalhoz. Nem tudom, hogy érkezett-e, azt meg végképp nem, hogy kampányra. Hol van az a 4 milliárd? Én nem tudom. Márki-Zay Péter később már azzal védekezett, hogy a több mint 4 milliárd forintnyi dollár nem választási kampányra, hanem társadalmi célra érkezett. Csak hogy néhány napja ismét elszólta magát az ATV-ben, és maga vallotta be, hogy a külföldi pénzekkel a baloldalt támogatták a 2022-es országgyűlési választásokon. A Action for Democracy már 2022-ben kijelentette nekünk, hogy természetesen ők az összellenzéket támogatták. A napokban az X közösségi oldalra felkerült videók között van olyan is, amelyen Korányi Dávid az amerikai pénzeket Magyarországra juttató Action for Democracy vezetője maga vallotta be, hogy valójában a baloldali ellenzék választási kampányát támogatják a guruló dollárokkal, azonban ezt végig próbálták eltitkolni. Az ellenzéket támogatják. Ez a koncepció itt? Hát ezt soha nem fogjuk kimondani, nem reklámozzuk. Szia, Gergő. Szia, Gordon. Korányi Dávid egyébként Karácsony Gergely korábbi főtanácsadója, ami azért is fontos, mert a főpolgármester előválasztási kampányára is érkeztek ismeretlen eredetű pénzek, összesen több mint 500 millió forint. Nem ez a legjobb kapitány. A baloldal több mint egy éven keresztül a magyar embereket és a hatóságokat is megpróbálta teljesen átverni a külföldről érkezett kampánypénzekkel kapcsolatban. Erről beszélt a Századvég Alapítvány tanácsadója az M1-en. Ifja Blomnici Zoltán hozzátette, ez nem csak morális, hanem jogi kérdéseket is felvet. A külföldi pénz beáramlása az törvénysértés. Hogyha ezt megpróbálják árnyalni, úgyhogy egyébként most már egyértelműen ki lehet jelenteni, hogy meg akarják ezzel téveszteni nem csak az embereket, hanem bizonyos értelemben a hatóságokat is, a pénz eredetét tekintve, a pénz forrását tekintve, a pénz irányát, útját tekintve és felhasználását tekintve. Innentől ez már nem csak politikai, hanem jogi, bizonyos körben pedig büntető jogi kérdés. Ifja Blomnici Zoltán hozzátette, a Fidesz és a KDNP az év végén megszavazott szuverenitásvédelmi törvényen keresztül bezárta azokat a kiskapukat, amiket a dollárbaloldal kihasznált az előző választáson. Az MSZP határozati javaslatot nyújt be azoknak a munkáltatóknak a megbüntetésére, amelyek megsértik a magyar munkavállalók jogait. Komjáth Imre szerint a multik nem veszik komolyan a magyarországi jogszabályokat. Azt javasoljuk, hogy 2 évre legyen eltiltható az a cég minden magyarországi állami támogatástól és uniós támogatástól, amely lábbal tiporja a munkavállalók és a szakszervezetek jogait. Az LMP szerint vissza kellene vonni a hévek járat ritkítását. Bakos Bernadett azt mondta, meg kellene kezdeni az új járművek beszerzését és a vonalak korszerűsítését is. Nem halogatható tovább minden elővárosi vonal fejlesztése, beleértve a héveket is, és a korszerű, gyors és kényelmes hév tudna alternatívát biztosítani az autós közlekedésre. Ma is sokan voltak a budapesti kínai újévi fesztiválon, amellyel a jövő szombaton kezdődő kínai újévet, a sárkány évét köszöntötték. A cél nem csak az volt, hogy a magyaroknak megmutassák a távol-keleti hagyományokat, hanem az itt született kínaiaknak is. A kínai asztrológia szerint különleges év lesz az idei. A sárkány éve jólétet és szerencsét hoz az emberiség számára. A 12 állatjegy közül a sárkány a legerősebb és legjelentősebb. Erőt, bölcsességet, szerencsét és jólétet képvisel. A sárkányhoz 5 elem is kapcsolódik. A tűz, a föld, a fa, a fém és a víz. Idén a fa sárkány éve jön el. Ez az elem őszintességet és hűséget képvisel. Az egyik rendezvényre kilátogató pár is fontosnak tartja ezeket az értékeket, ráadásul mindketten a sárkány évében születtek. És mivel a párom fa sárkány, meg tűz, így egymást erősítjük, ugye tűz, ez kell a fa, hogy ugye meleg legyen, és a fa ugye újjá tud születni egy tűz után is, úgyhogy megpróbáljuk majd egymást erősíteni 2024-ben, ahogy eddig is tettük.
A pár már azt is tudja, hogy mit vár a sárkány évétől. Azt várom, hogy amit mi közösen teremtettünk, és teremtünk folyamatosan, az egy jó létet és örömöt biztosítson számunkra. A képzőművészet és a gasztronómia is összekapcsolódott a kínai újévi fesztiválon. A legkisebbek ugyanis cukorfestéssel készült édességet kóstolhattak. Ez a család kedveli a kínai kultúrát, azért látogattak el a rendezvényre, hogy még jobban megismerjék a távol-keleti ország hagyományait. A férjem nekem amerikai, szóval mi amúgy is így nyitottabbak vagyunk az ilyen mindenféle egyéb kultúrákra, de hát ugye ez az amerikaitól is nagyon különbözik. Szóval ez egy más, és érdekes, és szép. Szeretjük. Nagyon szeretem, mert úgy is, mint ez Budapesten, de úgy érzem, mintha egy másik országba utaztam, és azért érdekes nekem, és igen, minden nagyon különleges. A fesztivál színpadán zenével és tánccal idézték meg a kínai hagyományokat. Jellegzetes dallamok és különleges ruhák ejtették ámulatba a közönséget, minden produkciót tapssal jutalmaztak. A szervezők szerint a fesztivál különleges szerepet tölt be a magyar és a kínai emberek kapcsolatának erősítésében. Meglepőnek tűnhet, de a távol-keleti hagyományokat nem csak a magyar embereknek mutatják be, hanem azoknak a kínaiaknak is, akik Magyarországon születtek. Sokan közülünk régóta Magyarországon élnek, akik hosszú idő óta nem jártak Kínában. Ez különösen igaz az itt született gyermekekre. Nekik még nem volt alkalmuk arra, hogy az új évet Kínában ünnepeljék. Éppen ezért megpróbáljuk számukra itt, Budapesten megteremteni az ünnep hangulatát, így ők is jobban megismerhetik kultúránkat, mondta a fesztivál szervezője. A kínai hódúj év, vagyis a fasárkány éve február 10-én kezdődik. A fesztiválra kilátogatók bíznak abban, hogy beigazolódnak a várakozások, és a sárkány éve valóban szerencsét hoz számukra. Rengetegen töltötték a szabadban a hétvégét a hirtelen tavasziasra fordult időben. Szinte mindenhol 10 fok fölé emelkedett ma a hőmérséklet, de sok helyen mértek 15 fokot is. Sokan kirándultak a Balaton környékén, ahol már ma is fél óránként indultak a tihanyi kompok. Az előrejelzések szerint a jövő héten is marad az enyhe, ám szeles idő. Hirtelen jött a tavaszias időjárás, országszerte több helyen is bőven 10 fok felett volt a hőmérséklet vasárnap délelőtt. A jó idő Szegeden is sokakat csalt ki a szabadba. Végre jó idő van, szabadság, séta, bármit lehet csinálni, úgyhogy én nagyon örülök. Ezt vártam már. Volt, aki kutyát sétáltatott, néhányan pedig csak ücsörögtek a padon és élvezték a februári napsütést. Míg mások nem csak a meleget, hanem a különleges fényeket is kihasználva fényképezéssel töltötték a vasárnap délelőttöt. Kaposváron is megtelt a Deseda tó partja. Napközben itt 14 fokot mértek. Amíg a kicsik inkább játékkal mulatták az idő családjaik körében. Nagyon élvezzük, eljöttünk sétálni, hintázni, motorral jöttünk, úgyhogy motorozunk, és várjuk a vadkacsákat. Addig az idősebbek közül sokan a szabadtéri sportokat választották. Tökéletes futás az időjárás. Nem volt túl meleg, nem volt túl hideg, nem voltak túl sokan. Dobogókő is népszerű helyszín volt vasárnap. Még 700 méteres magasságban is csaknem 8 fok volt napközben, így a túrázásnak is kedvezett az idő. Budapestről érkeztünk a 11. kerületből, és mivel úgy gondoltuk, hogy jó idő van, eljöttünk egyet kirándulni, körbenézni. A Balaton is környéke is sokakat vonzott. Kezd helyen megtelt a part a járókelőkkel és biciklistákkal. Aki kiment a partra, biztos, hogy feltöltődve ment haza. Imádjuk. Kikapcsolódás, szép idő. Úgyhogy ez nekünk egy csodálatos, mindig is azzal töltött el, és most is nagyon szeretjük. A legkisebbeket a fürdőzőhattyúk és a kacsák nyűgözték le leginkább, vagy a játszóterek meg annyi játéka. A jó időben a balatoni programokat bővítette a kompozás is. A hajók hétvégente a nagy forgalom miatt sűrítve fél óránként közlekednek Tihany és Szántód között. Így senkinek sem kellett sokat várnia az átjutásra. Ezen a hétvégén az utazó közönség még a próbaüzemét töltő új hajóval is utazhatott. Egészen más volt, mint a régi, úgynevezett régi kompok. Viszont jóval nehézkesebb, mint a régiek voltak.
A járatok sűrítése és a flotta modernizálása is hozzájárulhatott ahhoz, hogy már tavaly is rengetegen hajóztak. 2023-ban több évtizedes rekord dőlt meg. Az elmúlt 22 évben nem volt példa ekkora balatoni forgalomra. Mind a komp, mind a személyhajó forgalom gyakorlatilag újabb rekordot döntött. Mindegyik meghaladta az előző évet. A kompokon közel 2%-kal, a személyhajókkal 3,5%-kal voltak többen. Ez összességében azt jelenti, hogy 2.150.000 utas választotta a Bahart hajóit. A szolgáltatások bővítése érdekében a társaság 2024-től nem csak a járatokat sűrítette, hanem megújítja a kombérletként szolgáló Bahart kártyát is, amit a digitális vásárlás és felhasználás bevezetésével a korábbi kedvezmények megtartása mellett lehet majd igénybe venni. Átvette Földes László Hobó a Petőfi Zenei Díj életműdíjat. A gálán, amely tegnap este volt látható a Dunán, Hobó dalfeldolgozásokkal, versekkel és személyes történetekkel köszöntötték a Kossuth Díjas előadó művészt a zenei és a színházi élet kiválóságai. A díj átvétele után Hobó zenésztársainak és a közönségnek is köszönetet mondott az elismerésért. Különleges feldolgozás egy különleges alkalomra. Wolf Kati Hobó egyik slágerével érkezett a színpadra. Nem véletlen a dalválasztás, hiszen idén Földes László, vagyis Hobó kapta a hazai könnyűzenei élet egyik legrangosabb elismerését, a Petőfi Zenei Díj életműdíjat. Hét legyen itt előtalál. Idén 8. alkalommal adták át az elismerést, az eseményt a Dunán láthatták a nézők. Az előadó művészt Hobó dalfeldolgozásokkal, versekkel és személyes történetekkel köszöntötték. Lukács László, a tankcsapda frontembere, korábbi díjazott, azt mondta, Hobó munkásságára gyerekkora óta példaként tekint. Volt szerencsém egy színpadon is állni Földes Lacival, és ez egyfajta beteljesült álom volt, és igazság szerint azért is mondtam, hogy picit magamról szeretnék beszélni, mert akarva akaratlanul nagyon-nagyon sokat hozzájárultál ahhoz, hogy én magam is az lettem, aki vagyok, úgyhogy nem is akarom ezt ennél jobban túragozni, egyszerűen csak Földes László Hobó, nagyon köszönöm. Az előadó művész évtizedek óta meghatározó alakja a hazai könnyűzenei életnek. Pályáján különféle műfajokban alkotott maradandót, beleértve a blues, a rock és a folk zenét. Elmondhatom magamról, hogy egyidős vagyok a szabadsággal. 1945-ben születtem, ráadásul pontosan azon a napon, amikor Budapestet február 13-án felszabadították. A kifejezetten erre az alkalomra készült feldolgozásokat többek között Takács Tamás, Ubik Petra, Wolf Kati, Freddy, Szarka Tamás, vagy éppen a Csík zenekar adta elő. Viharban születtem, világ végén alszom. Sokan videóüzenetben osztották meg Földes Lászlóval jó kívánságaikat. Mint varázsló a varázslónak, mert hogy az voltál. Gratulálok az életműdíjhoz. Hát drága Hobó, fejet hajtok az életműved előtt. Kívánok neked egészséget, az a legfontosabb, és sok-sok termékeny évet még. Mindannyiunk örömére. A Petőfi Zenei Díj életmű gála idei díjazottjának irodalmi és színművészeti tevékenysége is jelentős. A műsorban Bodrogi Gyula és Gáspár Sándor is egy verssel köszöntötte a művészt. És könyv helyett az arcokon a ráncok. A díjat Németh Alajos Lojzi, az Artisius elnöke adta át. A Petőfi életműdíjat Földes László nyert és kapja. Köszönjük, Laci! A gálaműsor zárásaként a Hobó Blues Band alapítója is fellépett a zenekarral. Bármi is történt, vagy távol vagyunk egymástól, mindenkinek köze van ahhoz, amit én itt ma megkaptam, akikkel együtt játszottam, akik elviseltek, és főleg a közönségnek, akik megtartottak. Eltartottak a szószoros értelmében, hogy nem kellett beállnom sehova. Isten megáldja mindenkit, köszönöm. Hobó február 13-án ünnepli 79. születésnapját. A híradót látták este 7:30-tól, még több hírért kattintsanak bátran weboldalunkra, a sporthírekért pedig maradjanak velünk, Környei Bence már várja önöket. Távol vagyunk egymástól, mindenkinek köze van ahhoz, amit én itt ma megkaptam, akikkel együtt játszottam, akik elviseltek, és főleg a közönségnek, akik megtartottak, eltartottak a szószoros értelmében, hogy nem kellett beállnom sehova. Isten megáldja mindenkit, köszönöm.
Hobó február 13-án ünnepli 79. születésnapját. A híradót látták este 7:30-tól, még több hírért kattintsanak bátran weboldalunkra, a sporthírekért pedig maradjanak velünk, Környei Bence már várja önöket.